Először azt kérdezném tőled, hogy hogyan ismerkedtél meg Zolnaival, és mikor kezdődött a ti közös munkátok? Hogy ne azonnal az első kérdésre válaszoljak. Nagyon sajnálom most, hogy nem volt a film végén egy dátum, mert hihetetlenül fontos ma már, innen visszafelé nézve, hogy mikor volt ez a beszélgetés. 90-es évek eleje, majd aztán később visszatérek még erre. A Zolnai Pállal akkor ismerkedtem meg, amikor a Szegfű Andrással. Ez 1961 vagy 62, egész pontosan nem tudom. Együtt jártunk bölcsődébe. Igen. Én a Verespáné gimnáziumba jártam, és onnan elküldtek engem egy filmklub vezetői tanfolyamra, a Budapesti Filmklubba. Ebben a Budapesti Filmklubban üldögélt Szegfű András is, és az első ember, aki kijött a színpadra előadást tartani, az a Zolnai Pál volt. Onnan datálódik a kapcsolatunk, ami 31 éven keresztül volt munkakapcsolat. Mit kért tőled, mit dolgoztál a filmjeiben? Hát ezt elég nehéz pontosan megfogalmazni. Egy egészen abszurd helyzet volt azon a bizonyos moszkvai fesztiválon, amit említ a Zolnai a fotográfia kapcsán, ugyanis én a vége főcímen, vagy eleje főcím, íróként vagyok feltüntetve. A filmográfiákban Na, is. Igen, ennek a filmnek forgatókönyve nem volt. Az volt a poén benne, hogy nincs forgatókönyve, mert hogy ez dokumentum helyzetekből épült föl, és miután ott a Makkároly megvívta azt a hatalmas csatát, aminek a végén aztán egy nagyon szép díjat kaptunk, és egy ilyen sajtótájékoztatón ki kellett üljek, és senkinek nem jutott eszébe megkérdezni tőlem, hogy ugyan mondjam már meg, hogy mit írtam én ebbe a filmbe. Mert hogy semmit. De miért fogadtam el ezt a címet? Azért, mert majd látni fogják, van egy nagyon kritikus jelenet a film végén, nem mondom el, egy öreg nővel. Ehhez az öreg nőhöz bemenni, egy másik jelzőt is használhatnék, de nem használom, borzasztó nehéz volt. És a Zolnai, aki egy hihetetlenül bátor ember volt, és mindenhova be tudott menni, ide még ő sem. És amikor először megtett három lépést, ugye benyitott a kertkapun, és kijött, akkor azt mondtam neki, hogy most menj vissza. És ebből állt össze az egész film. Na, ennyi volt az írói munkásságom. Tehát pénztáros voltál az ingyenuszodában. De viszont azért azt hiszem, hogy akkor se adták ingyen neked ezt, hogy te munkatársa vagy a Zolnainak. Hogyan tudnád leírni mégis azt, ahogy te a közös alkotó munkába beadtál valamit magadból és a tudásodból, mint mondjuk konzultáns, vagy minek neveznéd a szerepedet? Hát először is, mint egy szerelmes. Ez teljesen természetes. Tehát mindent. Amit el lehetett az életbe követni, és amit a Pali szeretett volna, azt a csillagokig mindent lehoztam. És a többiről aztán elég nehéz beszélni, mert talán a legnagyobb, hogy is mondjam, dicséret a számomra az volt, amikor rendeztem egy filmet, azt az első szabad március 15-én főműsorban vetítette a Magyar Televízió, amitől én hihetetlenül boldog voltam, majd másnap megjelentek az újságcikkek, dicsérvén a Zolnai Pált, hogy milyen szép filmet csinált. Isten. Úgyhogy ez egy ilyen kapcsolat. Meg a címét, velünk osszad meg a címét ennek a annak filmnek. Annak a Széchenyi és Széchenyi. És ő szerepelt benne. Értem. Erről a filmről, amit most fogunk látni a fotográfiáról,
Ja, azt lehet tudni, hogy Zolnainak van egy ugyanilyen című dokumentumfilmje is. Hogy viszonylik egymáshoz ez a két film? Nagyon szorosan kapcsolódnak. Volt 1970-ben egy nagy árvíz, ami Kelet-Magyarországon 5 falut elmosott. Ez egy tiszai árvíz volt, és annyi történt, hogy a románok kinyitottak egy gátat a nagy árvíz miatt, és ezért a víz nem a Tisza felől, tehát nem a part és a gát felől jött erre az 5 településre, hanem hátulról. És ebből egy óriási tragédia lett, hát ezt a mi korosztályunk emlékezhet erre, de a mai fiatalok már ebből nem tudnak semmit. A következménye annyi volt, hogy ez az 5 falu aztán megsemmisült, az 5 falun belül húztak egy hatalmas gátat, és ezek ilyen zárt kertek maradtak, mint például Nagygéc. Talán ez mond valamit. Na most, amikor ez a május 13-án ez az árvíz kitört, akkor másnap a Zolnai a Vértesi Sándor nevű riporterrel már útban volt az árvízes területre, és ott forgattak. Na most az egész dokumentumfilmes történethez nagyon sokat kellene beszéljünk a technikáról, mert meghatározó dolog a dokumentumfilm vonatkozásában a technika. És ők abban a korban, tehát 70-et írunk, egy összeszokott, nagyon jó páros voltak. És az tűnt fel nekik, hogy többek között, hogy a jelenlevő OTP-s biztosítási emberek, amikor elkezdték már a harmadik naptól kötni a szerződéseket az újjáépítésre, az S8-as típusházakra, minden nap 20-50 ezer forinttal többe került egy-egy ház. Ezt ők vették észre a Vértesi Sanyival, feljöttek Pestre, előhívatták az anyagot, éjjel bejött a televízióba a Dégen Imre kormánybiztos, másnap helikopterrel lement, és vissza volt állítva az eredeti 125 ezer forintos ár ebben az ügyben. Tehát ennyire, hogy úgy mondjam, aktívan voltak jelen, és ebben az élménysorban van egy olyan jelenet, ami a televíziós filmekben is benne van, amikor a hát ilyen színes kupacok voltak a házak helyén. És a Pali odaállított egy asszonyt a kupac tetejére, és megkérte, hogy mondja el, hogy itt mi, hol volt. És akkor az asszony elment, és hozott egy esküvői képet. Egy olyan esküvői képet, amin lehetett látni, hogy két igazolványképből volt összeretusálva. És azt mondta, hogy tulajdonképpen nagyon nagy ez a veszteség, mindenik oda lett, de a legfontosabb, ez az esküvői kép, ez megmaradt. És később kattant be a Palinak, hogy egy-egy ilyen esküvői képnek milyen tartalma van, milyen mögöttese. És akkor gondolt erre, hogy ebből filmet kéne csinálni, és a kis fotográfia az egy próbafilm. Akkor egy igazi retusőr és egy igazi fotós volt az, aki a segítségünkre volt, és részben aluljáróban, részben pedig gyermelyen csináltuk az úgynevezett próbafelvételeket, és ebből lett egy rövid film. Tehát ki akarta próbálni magát a témát, hogy tényleg működik-e, és az volt a dramaturgiai tanulsága a dolognak, hogy minden házban van egy cipős doboz, amiben vannak fényképek. És ezeket a fényképeket, hogyha előveszik, akkor abból kibomlik a családtörténet, az aktuális konfliktusok, vagy nem konfliktusok. Tehát tulajdonképpen a kisfilm elkészítése győzte őt meg arról, hogy ezt lehet csinálni, és győzte meg a hivatalos
pénzadó fórumokat is, hogy, hogy ebből lehet filmet csinálni. Nos, ez volt az a pont, ameddig film előtt szabad volt eljönnünk, már itt is Olsajának vissza kellett fognia magát, hogy ne gyilkoljon meg egy fontos pillanatot a filmből. Én nagyon örülök annak, hogy Olsaja is itt lesz velünk a film vége után. Aki itt érdekel, azt kérném, hogy egy 2-3 perces szünet után, amikor a filmnek vége van, akkor maradjon itt velünk, és ahogy szoktunk ebben a ezeken a hétfői estéken beszélgessünk, és akkor Olsajától is még lesz egy csomó kérdésem nekem is, meg bizonyára önöknek is. Nekem még annyi feladatom van, hogy amíg még mindannyian itt vannak, elmondjam azt, hogy Zolnay Pál az egy hihetetlenül érdekes egyénisége volt, és hát marad a magyar filmművészetnek. Nagyon sokféle filmet csinált, és ezek közül, a filmek közül van olyan, amit én nem kedvelek annyira, vagy nem tartok annyira fontosnak, de 3 vagy 4 olyan film van, amit nagyon fontosnak tartok, és ami bele fog kerülni bármilyen magyar filmtörténetbe, amit írnak. Elmondanám ezt a 3 vagy 4 címet, amit önöknek is tudok ajánlani. Az egyik a Hogy szaladnak a fák című film, ahol Kismanyi és Iglódi István egy parádés dupla alakítást nyújtanak, egy városba szakadt falusi fiú és a nagyanyja, a falusi nagymama szerepében, tehát ez egy csodálatos film. A másik a Proféta voltál szívem című film, ami egy rendkívül érdekes politikai vitafilm, tulajdonképpen politikai és pszichológiai vitafilm, ahol valahol azt közelíti meg Zolnay, bár nem is tudom, szabad-e így leegyszerűsíteni, tehát, hogy egy valamikor 40-es évek végén, 50-es évek lelkes ifjú kommunista az hogyan éli meg azt, hogy a 60-as évek végén másképp néz ki a világ. Nagyon fontos filmjének tartom, és nem nagyon fogják látni az Arc című filmjét, ami egy évfordulós film volt, ugye a kommunista rendszerben a hivatalos évfordulókra lehetett pénzt kapni filmkészítésre, és Zolnay ezt arra használta fel, hogy egy fiatal, ellenálló fiúról készített filmet, aki a nácik és a holti rendszer ellen harcolt a háború utolsó évében, és ő neki az arcát próbálja meg felmutatni ebben a filmben. Minden egyéb, csak nem hivatalos film, talán majd tudsz róla mesélni, hogy hogyan tudta a hivatalosság ezt lenyelni, mint évfordulós filmet, és hát természetesen itt van a mai filmünk, és a mai filmünk után pedig még a Sámán című film, tehát ezek azok, amik az életműből fontosak. Most egy egész furcsa dolog következik, én ezt a kedves szemüveges kolléganőt megkérem, hogy azt a könyvet, amit én ott felejtettem a széken, emelje fel a magasba, és mutassa oda nekik, nem nekem, én ismerem, ők még nem ismerik. Kérném szépen, ez de mondom, ez a Sámán című könyv, amelyik Zolnay Pálnak az életművét mutatja be, rengeteg fotóval, rengeteg interjúval saját magától és másoktól, és azt hiszem, hogy ebben is nagy szerepet volt, hogy ez a könyv létrejött. Nem, szenvedő alanya voltam. Akkor pláne. De azt hiszem, hogy ez a legjobb könyv ma Zolnayról. Köszönjük a figyelmet, és jó szórakozást kívánunk a filmhez!